nem úgy tűnik, de egy igazi, igazi veteránt fogunk megmenteni. Műhelyt alakítunk ki Lacival, nagyon kedves barátaink, hogy is mondjam, fogadtak be minket. Igaz? Igen, 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 fogadtak így lehet mondani. Fogadtak be minket Jean Bacon, és ott alakítjunk ki egy olyan kis műhelyt, ahol majd a kies, illetve a hideg téli, illetve őszi estéken már mi elbütykölünk, meg dolgokat csinálunk, meg főleg pihengetünk, meg család, meg szánkó, meg mindent, de lényegtelen. És egy veterán gépet fogunk megmenteni, mely Kohinoria, vagy égköve lesz műhelyünknek. Jó mondom, László? Tökéletesen. Több funkciós lesz. Újjászületik tulajdonképpen ez a veterán gép. Motor is van benne, kompresszor is van benne. Itt van. Nem a BMW. Nem a BMW. Ez. Egy. Innen is köszönjük Rolandnak. Egy eredeti 120 literes, hamisítatlan Saratov. Ugye? Ez egy Saratov hűtőszekrény. Terveink vannak vele. Nem egészen így fog kinézni, de funkcióját el fogja látni. Sőt, tulajdonképpen egy kompresszoros svájci bicskát készítünk. Egy multifunction toolt ebből a fantasztikus szerkezetből. Gúrítsuk is talán ide. Milyen érdekes szerkezethez készítettem. Ez a babetta tartó a lakóautóra. De nézzek, ez egy kerekes történet? Igen, igen, abszolút, abszolút, abszolút. Van neki fogantyú? Van. Szóval, hogy kicsit a Rivalda fény jusson ki neki. Most a Saratov hűtőszekrény az legenda. Ez tulajdonképpen mint a cápa. Legalább annyira ismert gyártmány. Képzeld el, Laci. Nevét Saratov városkáról kapta, 800 kilométerre fekszik Moszkvától, a Volga partján, és a Saratovi Alcatraz, elektronikai Alcatraz gyártó szövetség gyártmánya, akik 1951-ig mit gyártottak, Laci? T-34-est. Ott álltak át, utána álltak át hűtőszekrény és hűtőgép fagyasztó láda gyártásra, de olyan szinten, hogy még az amerikai CIA jelentésben is benne van, hogy tulajdonképpen a nyugati típusokat másolják, ez nem igaz, csak 20%-kal nehezebbek, mert nem tudtak könnyű kompresszort gyártani. Hála a magasságos jó Istennek, mert hogy ez a hűtőszekrény a mai napig működik nagyon sok helyen az országban. Az energetikai tanúsítványa tulajdonképpen zsé, de akkoriban ez nem lebegett Damoklész kardjaként a fejük fölött, mikor úgy gondoltak, hogy a világörökség részének, illetve az egyetemes világ történelemnek gyártanak hűtőszekrényt majd. Amúgy tatár, illetve ujgur nyelven a Saratov, ugye sárga halmot jelent, de azért, mert ugye ahol a Saratov folyócska beletorkolik a Volgába, ott az 1590-es években már állt egy cölöpvár, amit a tatárok leszármazottai építettek, aztán 1616-ban odébb vitték a Saratov folyó mellé, az leégett, és ugye egy homokpadon építették fel, innen jön, hogy sárga halom. Saratov, kérlek szépen. Magyarországra amúgy 1961-ben, 10 évvel a gyártás megindítása után érkeztek meg az első Saratov hűtőszekrények. Ez a 120 literes volt a legközkedveltebb. Ami nagyon-nagyon fontos tulajdonsága, hogy nem becsukni kell, hanem rendes férfi ember módjára be kell baszni, mint egy búvónyílást egy T-34-esre. Ez úgy. Ezt tudja. Zajos, de hát egy műhelyben zákson. Laci. Gyönyörű. Elvárható. És hát nézd meg, hogy a finom a míves funkcionalitás, hogy ez a króm, ez króm, büszkén hirdeti származását. Gyönyörű szép darab. Hát a gumikéder az tulajdonképpen, az most már elmenne egy ilyen elég kemény fekete szilentnek. Ilyet tudná a Powerflex akkor. Igen, és csak itt ezen a sarkán is, de szerintem ilyet tudunk? Tudunk szerezni, fogunk is, hogy a darabjaira szedjük, mert újabb funkciókkal ruházunk majd fel, minden mellett, hogy ugye, megőrzi. Eredeti funkcióját, amúgy mutattam, most átveszem Lacitól, hogy itt van. Meséld el, hogy hogyan jutottunk hozzá ehhez a... Az igazság, hogy mivel én gyűjtem ezeket a régi dolgokat, minden, ami értelmetlen és felesleges,
és ezt a barátaim is tudják, ezért egy ködös kedél után felhívott engem Tátai Roland, hogy ma allomtanítás van, van egy szaratom, viszed vagy dobjam? Rögtön röffett egyébként az Oktávia, szépen ül egy ilyen szaratovtól a csomagtartóban, két napig volt benne, mert a konyhablakból látta a barátnőm is, hogy valami nem stimmel, furcsán ül a kocsi, megint hoztam haza valamit, de ha látjátok, hogy mi van itt hátul, sajnos már a BMW mögött vannak a motorkáink, a nem lámpa, kell, nem kell, kincseket nem kell. Jó, és még meg is kell építenünk a... Majdnem elszóltam magam. Sok mindent fogunk. Igen. Laci! Ránk borult. Megvan, jól megnyomtam, mert világít egy picit. Glimlámpa. Várjál, minden? Nem, valami nem stimmel. De most. Renyhe, mert a startere már rossz ott, a General Electric. Ezt is majd. Igen, majd megnézzük. Majd ránézzük, rávérjük ceruzával. De ezzel. Na, úgyhogy most a szaratovot belapátoljuk a sárkányba, mert erre tökéletesen, erre is alkalmas. Meg... hozzuk a szőnyeget, meg hát a Ducato orrot. A Ducato orr, az meg az fent van még az erkély. Az a másik is, az a sietni kell, mert különben mit csinál rá? Hát beleülteti. Eperrel. Hát átadom. Oldalára tegyük. Kiesett belőle valami láb. Hát a lengéscsillapító. Azt a kurva láda. Azt vinni kell, mert hogy ilyen lengéscsillapító van. És meg mai napig csillapít. Hogyha ne találtál. Ha ne találtál. Na, hát oda kéne beborítani. De most ott fog meg előre, én meg itt. És így most már jól az egész be fogunk szállni. Az meg. Ez. Várjál, nem tudok valami. Ja? Most egy dolgó megfog. Dőzs rám. Oké. Kösz. Most. Nem vagyok buzi! Nem vagyok buzi! Bazd meg! Azt a kurva! Előre fog kelleni húzni az ülést? Nem. Az nem lengés csillapító láb volt, hanem valami... Aha. A kompresszornak. Várjál, de akkor hiányzik még egy. Bótoljuk! Figyelj, nem egy hiányzik, hanem kettő. Azt is. Azt nézd, figyelj, és van benne még itt is, be lehet tudni külön. Gondolom a pakolásnál. Jézus! Mi ez? Jön még? Várjál, lehet, hogy döntök egyet. Ezt egyszer fogjuk letenni. Ezt tetszik. Ezt azért lássuk be. Ezt egyszer. Azt kézzük. Hol a szaratok? Ott. És hova teszitek ott? Ott marad, már körbeépítjük. Tudod? Mert ezek gondolom, hogy a Roland voltak. Egy, kettő, három. És egy van. De ha gumit teszünk de már minta van. Há, igen, teszünk közé, vagy gumit közé, vagy szerintem szétnézünk ott a lecséknál. Lehet, hogy lesz valami ilyesmi. Megpróbálom lecsukni. De bazdmeg. Ez azzal már teszünk valamit, mert azt várjál, hogy szerzik valamit. Jó lesz, elég messze van, de azért teszek oda. Várjál, adjak valamit? Nem, már itt van. Nézd meg, itt van a kutya. Nem, itt van. Köszönjük a tartókárkodinak. És hát a szárnyas hajó ezért, mint tengelyt is. Mindenképpen. Amit így is szépen az üveg. Jó, le kell döntenünk az egyik ülést. Ezt az oldalit, ezt. Meg az egyes. Aha. Ú, azért az elektron van most. Érezhető. A második kisebb kárral. Aha. Megvan? Meg. Várjál csak a gitárt ne csinálj oda. Az nagyon fontos, hogy a gitár az legyen. Mert sose tudhatod. Jöhet. Ez az.
Baszki. Ez? Nem volt könnyű. Azt nem minden. Na, hát többek között ezért is van az, hogy a Saratov hűtőszekrények nagyon sok háztartásban mai napig üzemelnek, sőt, vannak direkt rászakosodott szervizek, amire nekünk nem lesz szükségünk, hiszen László elektrotechnikailag meglehetősen képzett, és hát a T34-es harckocsi is volt bonyolult ahhoz képest a hűtőszekrényen. A folytatása majd következik.